Vasárnap rajtol a bajnokság a labdarúgó NB2-ben. A korábbi évekhez képest két jelentős változást jegyezhetünk a honi labdarúgás második vonalával kapcsolatban. Egyrészt 20 csapatosra bővült a mezőny, másrészt a résztvevők egyöntetű tiltakozása ellenére az MLS vasárnapra írta ki a mérkőzéseket. A nyitóforduló kakuktojása a Kisvárda Master Good, mivel Révész Attila együttese az országos televíziós csatorna közvetítése miatt a többi csapatnál korábban lép pályára, ráadásul a budaörs albéletben fogadja rajcikat. A Budaörs a tavalyi szezont, főleg ugye az őszit, parádésen vitte végig, harmadik helyen zártak. Egy sokat futó, agilis, játékos csapat, amely idegenben eddig jobban szerepelt, mint hazai pályán, nem véletlenül, és most is idegenben szerepelnek, mert a hazai pályukat felújítják, és Csákváron lesznek. A csákvári pálya lényegesen jobb, ez nekünk viszont előny, mert tavaly, amikor ott voltunk, bizony azért valljuk meg, a budaörsi pályán nem a legkellemesebb volt futballozni. Sikerült, akkor simán nyertünk 3-mal. Én azt gondolom, hogy most a sokkal nehezebb lett annál, és inkább mivel a Budaörs is az első mérkőzésére készül, és még ilyenkor ismeretlenek, nem tudjuk még őket, hogy mire képesek. Az edzőmeccsekből nem lehet kiindulni, nincs is fönn még értékelhető momentumuk az interneten, illetve a honlapjukon sem. Tehát tulajdonképpen a régi emlékeinkből kell majd táplálkozni, és úgy kell felkészülni, hogy a saját játékunkat tudjuk játszani, és ők alkalmazkodjanak hozzánk. Én bízom benne, hogy azért sikerül elhozni a 3 pontot. A kisvárdai csapatkapitány Erős Gábor is bízik abban, hogy a tavalyi szezonnal ellentétben győzelemmel kezdik a bajnokságot. Megpróbálunk egy jó mérkőzést játszani, és úgy gondolom attól függetlenül, hogy a találkozó esélyesei azért mi vagyunk, úgyhogy szeretnénk, hogy ezt bebizonyítani majd ott is, és 3 ponttal majd hazaérkezni. A Budaörs Kisvárda Master Good mérkőzés vasárnap délután 4 órakor kezdődik Csákváron.